Az általános iskola épületében gyülekeztek a közmeghallgatásra érkező lakosok Dalmandon. A tavaly ősszel felálló képviselőtestület és az új polgármester ezen az eseményen mutatkozott be a település lakóinak. Úgy gondoltuk, hogy márciusban, tehát miután már átlátjuk, hogy mik történtek, milyen beruházások folynak az önkormányzatnál, tartunk egy rendes közmeghallgatást, ez sajnos a koronavírus miatt elmaradt. Most úgy gondoljuk, hogy egy év elteltével ideje, hogy beszámoljunk a lakosságnak arról, hogy mit fejeztünk be, ami elkezdődött, mibe kezdtünk mi bele, mi valósult meg ebből, és mit szeretnénk még megvalósítani az eljövendő időben. Stamné Juhász Luca polgármester beszámolt a korábbi testület által benyújtott pályázatok állásáról. Ezek közül több olyan is van, amelynek a kivitelezési munkái mostanában fejeződtek be, vagy még jelenleg is zajlanak. Tavalyi évről átnyúló pályázatunk volt az urnafal és az önkormányzatnál lévő emlékmű, amit márciusban át is adtunk, tehát megvalósult a beruházás. Az óvoda pályázatunk át lett adva, de itt hiányosságok merültek fel, ezzel kapcsolatban még mindig folynak a munkálatok. Amit tudtunk, tűzjelzőrendszer, szennyvíz elvezetés, tehát megoldottuk önerőből, az önkormányzat pénzéből. A Magyar Falu Program által lehetőséget nyújtó pályázatokat az önkormányzat mindet benyújtotta. Benyújtottuk a Kossuth utcába a legrosszabb utcánkat, az utat és a járdát. Hát ebből a járdánk nyert 5 millió forintot, ami az anyagköltséget fedezi, tehát az önkormányzatnak kell megvalósítani majd a járdaépítést. A benyújtott pályázatok közül nem mind részesült pozitív elbírálásban. Amelyek nem nyertek, azoknak a megvalósítására más forrást keres az önkormányzat, vagy ami sürgős, azt saját erőből igyekeznek elvégezni. Nem nyert pályázatot a közösségi terünk, a közmunkásainknak igényeltünk eszközöket, sajnos ez a pályázat sem nyert, de jelenleg is van folyamatban beadott pályázatunk, aminek még nem tudjuk az eredményét, szeretnénk a tanyagondoki buszunkat lecserélni. Azt gondolom, hogy ebben nagyon bízunk, mert a feltételeink adottak, tehát a kilométerben is, az időben is, hogy hány éves az autónk, és az állapota is sajnos olyan, külterületen használjuk a busz, tehát tényleg leromlott az állapota. Benyújtottuk az iskola felújítást, ami egy 50 milliós pályázat, ebben is nagyon reménykedünk. Benyújtottuk az önkormányzatnál a fűtés korszerűsítést és a nyílászárók cseréjét, ebben is reménykedünk. Hát reménykedünk, és reméljük, hogy ezekből valamelyik azért majd nyerni fog, és várjuk a következő pályázatokat. Dalmandon több változás is lesz a közéletben, ami a sportéletre és a közbiztonságra terjed ki leginkább. A pályázatokon kívül szeretnék még beszámolni a lakosságnak arról, hogy tavasszal a koronavírus miatt nem indult meg a foci bajnokság, az ősztel viszont elkezdtük. A jelenlegi edző sajnos elfáradt, nem igazán szeretné ezt tovább folytatni, tehát mi viszont szeretnénk fellendíteni a községben a sporttevékenységet, új edzőt keresünk. Úgy néz ki, hogy meg is valósul az elképzelésünk. Ugyanakkor lakossági bejelentés alapján a polgárőrséget, tehát a község védelmét szeretnénk jobban biztosítani, mert emiatt is jött panasz, hogy nem megfelelően működik a polgárőrség. Kiküldtük a jelentkezési lapokat, jelenleg már 18 fiatal beadta, hogy szeretne polgárőr lenni. Nagyon bízunk, hogy a polgárőrséget is fellendítjük, és a faluban a védelmet, hogy a rendőrséggel együtt tudjunk működni. Ez amiatt is szükséges lenne, mert sajnos a dökkutunk, ami már nem működik, ide hordják az emberek a szemetet, ezért szükségünk lenne új szeméttelepre, arra, hogy valaki felügyelje, hogy oda ne kerüljön már több szemétves hulladék. A gazdaság segítségét kértem, és bízom bennük, eddig még mindig és mindenben segítettek. A falu vezetője a lakosság együttműködésére is számít, de azt mondja, szerencsére ez Dalmandon természetesnek mondható, mert a polgárok a közös célért mindig együtt dolgoznak.